üdvözlök mindenkit! Ebben az adásban szeretném nektek bemutatni kamera hordozó drónt. Egy normál quadrocopterről beszélünk, amit a Paco modellból plusz kiegészítővel szerelt fel, hogy bármilyen sportkamerát kb. 120-130 grammos súlyig tudjunk rászerelni, és így nagyon jó légi felvételeket tudjunk készíteni. A quadrocopter gyárilag 4 darab áttételes villanymotorból, illetve egy műanyag csontvázból áll, amire a gyár rátett egy nagy nikecel házat, ami megvéd az ütődésektől, illetve egy nagyon jó merességet ad a gépnek. Van hozzá egy 2-4-es adó gyárilag, amiben 6 darab ceruza akkumulátor kell, nem tartozéka a szetnek, az külön kell megvásárolni. Van hozzá egy angol nyelvű manuál, van hozzá 4 darab pótrotor, nem csak színazonosan, hanem meneti ágnak megfelelően kell a légcsarokat föltenni, tehát állásszögnek megfelelően. Van hozzá egy töltő, mivel hogy két szállás, egy balanszer töltőt adnak hozzá, ami nagyon jó. Van egy power felirat, ami zölden világít, és egy charger felirat, ami pirosan, ha elalszik, akkor feltöltődött az akkumulátorunk. A gép beüzemelése az úgy történik, hogy az akkumulátort feltöltjük, betesszük a helyére, csatlakoztatjuk a géphez, hogy akkor elkezd villogni, az adót bekapcsoljuk középen, gázt fölnyomjuk, levesszük, és már dolgozik is. A gép irányítása, ez az oldali kar, lefő mozgásával tudunk gázt adni, ezzel tudunk emelkedni, csüllyedni. Ha ugyanezen kar jobbra-balra fogjuk mozgatni, akkor függőleges tenger körül kezd el forogni a quadrocopter, másik oldali kar erőre-hátra nyomásával indul el előre vagy hátra a quadrocopter, jobbra-balra mozgatásával jobbra-balra fog mozdulni. Van itt 6 darab nyomógomb az LCD monitor mellett, a bal oldali gomb felső 40%, alatta 60%, 80%, másik oldal a legfelső, a 100%-os kormánykitéréseket engedi. Ha kezdők vagyunk, válasszuk a 40%-os kitérést, illetve minden egyes bekapcsolásnál ő ezt kínálja fel. A 100% alatt lévő nyomógomb a világítás kibekapcsolása, és alatta van egy function nyomógomb, amit hogyha nyomva tartunk, akkor elkezdik csipogni, és ugyanezt meg kell ismételnünk, hogy elhallgasson. Amíg csipog, tehát amíg a function üzemmódban van, egy headless funkció lép életbe, ha a gépet letettem magam elé, és elkezdtem úgy repülni, és megkavarodok teljesen, megnyomom ezt a funkciógombot, bármelyik oldala is legyen a quadrocopternek felém, azt tekinti hátuljának, ha az éppenséggel épp valóságban az eleje akkor is, tehát a botot, hogyha meghúzom magam felé, a gép vissza fog hozzám jönni. Azért a headless fejvesztési üzemmód, hogy ha nem látjuk már olyan távolságban, akkor is vissza tudjunk fele jönni. Ez nagyon jó funkció. És van még egy funkciója, ez a gomb. Ez így csipog. Amíg ezt a botot valamelyik sarokba be nem teszem, amíg ebbe az üzemmódban van, akkor egy előre, hátra, jobbra vagy balra bukfencet csinál, attól függően, hogy melyik sarokba nyomom el a botot. Ennyi funkciója van az adónak, illetve a gépnek önmagának. És akkor beszéljünk egy kicsit a plusz kiegészítőről, magáról a Paco modellbolt által készített kameratartóról. 4 darab szénrúdból áll, egy rétegetlemezből és 2 kábel kötegelőből. A 4 darab szénrudat a rétegetlemezen keresztül be lehet fűzni gyári műanyag furatokba, amiben be lehet szorítani, illetve 2 kábel kötegelőt ad hozzá a cég, amivel még biztosan az alaplapot tudjuk rögzíteni a géphez, így nem veszítjük el a kameránkat. Ez egy olyan rétegetlemez, amire én a GoPro-mat szereltem föl, van középen egy furat, a tripod tartomat felrögzítettem, és arra a kamerát közvetlenül fel tudtam tenni, de bármilyen sportkamerát rétegetlemezre fel lehet tenni, akár szivacságyba, kétoldalú öntapadóval, szigetelőszaggal, gumival, bármilyen megoldása, vagy esetleg, hogyha azokhoz a sportkamerákhoz adnak olyan gyári rögzítést, hogy csalozható, akkor erre a rétegetlemezre fel lehet rá tenni. Egy pár fontos dolog még lehet látni, hogy jó külön mozog, egy gumiágyban van az akkumulátor, illetve maga a kamera, tehát rengeteg rezgést kiszed a levegőben, én ezt tapasztaltam is, hogy lehet látni a kép sarkában, hogy rezeg a gép, és mennyire stabil hozzá képest a kép. Tehát ez nagyon sokat jelent a repülésben, illetve a felvétel során. Továbbá itt vannak a 4 gyári láb. Én nem szereltem le, de kb. Egy olyan 10 perces munkával leszerelhető kis csillagsorhúzó segítségével, és akkor ha esetleg olyan látószögű kameránk van, ami
igen, ez bezavarna, akkor ezt is meg tudjuk oldani. Kis furfanggal, kis okossággal, okoskodással nagyon könnyen, nagyon gyorsan fel tudjuk tenni a sportkameránkat, és jó minőségű felvételeket tudunk készíteni, és ez egy belépő szint, ez nem több százezres quadrocopter, ami mindenféle tartók vannak, és arra tudjuk feltenni a sportkameránkat, hanem igen, ez egy viszonylag olcsó, könnyen elérhető quadrocopter, amire gyorsan ezzel a kis kiegészítő fel tudjuk tenni a kameránkat, és nagyon jó pofa felvételeket lehet vele csinálni. Úgyhogy ajánlom nektek. Sziasztok!